Újjáéled a kulturális élet Bonyhádon. A koronavírus járvány miatti korlátozások fokozatos feloldása már lehetőséget ad arra, hogy rendezvényeket szervezzenek a völgységi városban is. Azonban az egyik ikonikus, több ezres tömeget vonzó rendezvényüket mégsem tartják meg. Múlt héten összeültünk a városvezetéssel, hogy az új jogszabályok tekintetében átvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a Tarka Fesztivál megvalósítható-e. Nagyon hosszas megbeszélés volt, mint egy 2,5 órán keresztül tartott, hiszen mi szerettük volna, hogy ez a rendezvény megvalósuljon. Mégis olyan döntés született, hogy ez a fesztivál az idén se kerül megrendezésre. Oka a következő: zenés-táncos rendezvénynek minősül a Tarka Fesztivál. Ez a jogszabály azt vonja maga után, hogy kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező emberek vehetnek részt, igaz, ők korlátozás nélkül. Amikor végig gondoltuk ezt, akkor rájöttünk, hogy akinek nincs védettségie felnőtt korosztályból, az a valóságban kiszorul, de kiszorul a 16 év alatti korosztály, és kiszorul a 16-18 évesek közül azok, akik szintén nem rendelkeznek ezzel az irattal. Azt hisszük, és úgy gondoljuk, hogy ez a legnagyobb közösségi rendezvény a városban, nem szerencsés ilyen körülmények közt megvalósítani. Technikai akadálya is van amúgy, hiszen a főtér adott helyszínt most már 2 éve ennek a fesztiválnak, és annak a lezárását úgy megvalósítani, hogy oda ne lépjen be védettségi igazolvány nélkül bárki is, az szinte lehetetlenség. Más helyszínen is gondolkodtak, de ha a kaszinókertben rendeznék meg a fesztivált, akkor az létszámkorláttal tudna csak működni. Körülbelül 1500 ember férne el a színpadi műsorok előtt, ott, ha bejön az 1501. személy, és az kiszorul, még ha védettségivel rendelkezik, akkor is nagyon kellemetlen. Nem szeretnénk ezt a közösségi rendezvényt ily módon korlátozni. Nagyon reméljük, hogy a jövő évben már meg tudjuk valósítani. De nem maradt kulturális esemény nélkül a város. Június 3-án kezdték meg az idei színházi szezont Henry Mária Zrínyi Ilona monodrámájával, de számos más szabadtéri rendezvénnyel is készülnek a kiéhezett közönségüknek. A szabadtéri színpadon kerül megrendezésre a Dériné program keretében Herceg Ferenc Kék Róka című darabja, majd egy nagyon szórakoztató Székely Pajzán történetekből összeállított darab bemutatója lesz június 21-én, a Medve nem játék. Ez szintén a Dériné program keretében kerül bemutatásra, csak úgy, mint az augusztusi János Vitéz, nagyon modern felfogásban. Mindegyik színházi előadást jó szívvel ajánlom a közönségnek. Táncszínházi előadásunk is lesz, a Duna Művész Együttes tavaly mutatta volna be a Trianon 100 éves évfordulója kapcsán összeállított Gyertyalánk című műsorát. Ezt most pótoljuk majd július 2-án. A jövő hétvégén a Dűvőzenekarat koncertet, egyébként egy népzenei továbbképzés fog majd az intézményünkben zajlani azon a hétvégi időponton, és igaz, nem mi szervezzük, hanem az evangélikus egyházközség, de a Kávészünet zenekar 18-án muzsikál majd szintén a szabadtéri színpadon. Ők verseket dolgoznak föl, és nagyon modern, dinamikus hangzással közvetítik ezt a közönségnek. Jó szívvel ajánljuk ezeket a produkciókat is. Lesz egy összetett programunk, Kultúrkert nevet visel. Itt különböző korosztályokra is gondoltunk, amikor szerveztük. Szabó Csilla és zenekara főként a gyerekeknek, illetve a családoknak ad majd egy koncertet. Kurucz Ádám versmondó és Pap Zsófia énekes fog szerepelni még ebbe a délutáni programsorozatban, melyet Misota Vilmos fotográfiái kísérnek majd. Hagyományos táncházaikat is újra tudják indítani, bármivel ez is zenés-táncos rendezvénynek minősül, így csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők vehetnek majd részt rajta.
Szintén a Június színesíti egy Duma Színházi produkció, melyen Badár Sándor ad műsort, miért éppen Alaszka címmel. Gyakorlatilag az egész nyár folyamán ez az egy olyan produkció, ami normál jegyárral rendelkezik. Az összes többi ajánlatunk szinte ingyenes. A Medve nem játék című darabra egy 200 forintos, gyakorlatilag jelképes belépő díjat kérünk. Ezeken kívül a Köszönjük Magyarország programjaival is bővítik majd a kulturális kínálatot a nyár folyamán. Az ingyenes előadásokra is szükséges a jegyfoglalás, amit a Művelődési Ház jegypénztárában tehetnek meg az érdeklődők.